sikeres versenyhez elengedhetetlen a tökéletes indítás. Jók vagyunk? Jók vagyunk. Gyerünk, Csari! Gyere! Gyere! Hajrá! Nem lehetett panaszod az indításra. Nem, tökéletesen csinálod. Mint te mindig ezt csinálnád, 0-24. Azon gondolkoztam, hogy nem kell a teambe egy indító? De, egyébként mondani is akartam egyébként, hogy tudnálak alkalmazni. Alapjában véve egy ilyen extrém sportoktól rettentően félő ember vagyok. Mellettem azért biztonságban leszel, attól ne féljél, meg azért itt nem egy versenyszituációban leszünk, hanem mint egy ilyen hobbi szinten megyünk egy kanyart, itt semmi bántódásod nem eshet. Cumbokban értem, hogy azért itt tényleg kell tartolnod a... Hát még én alkarok, hogy itt még téged is tartottalak, persze. De jó volt. Köszönöm. Én köszönöm. 20 évesen kiderült, hogy két gerincsérmem lett. Most az, hogy a versenyzéstől vagy nem, az soha nem fogjuk már megtudni. Ez adott sokáig egy féket nekem, viszont eltelt azért jó pár év, és akkor itt igazából most éreztem azt, hogy már engem nem fog az egészségügyileg hátráltatni, hogy én most újra elkezdek versenyezni. Után azért nem mertem a király kategóriába, a GP1-es kategóriába elindulni, mint amivel régen akkor annó befejeztem. A GP3-os kategóriába indultam el. Teljesen külön kell választani azt, hogy valaki rekreáció szinten lemegy a Dunára vagy egy túlra jetskizni, és az, amit te csinálsz, vagy ti csináltok, hogy bólyák, verseny. Itt azért nálunk már egy gyári, egy GP2-es hajó, ami gyárnak mondható, egy kompjúterrel, egy levegőszűrővel és egy apró hozzányúlással már egy akkora erőt, olyan teljesítményt ad, hogy már az egy laikus számára az már veszélyes. Ha itt van mellettünk három gyönyörű jet, mi a különbség? GP3, GP2, GP1 kategória. Sebességileg a GP3-as kategória egy levegőszűrő, egy kompjúter, egy apró belenyúlás, amit a szabálykönyv engedélyez, egy ilyen 110-112 km/h képes már ez a hajó. A GP2-es hajó pedig ott még már van egy óriási lépcső a 3-ashoz képest, akár a 135 km/h is elérheti. Nem ismerek, akkor rákérdezni a királykat. Hát meg nyugodtan kérdez rá, az még ugyanakkor a lépcső majdnem, mint a 3 és a 2 között. Szóval ez pedig meg már itt igazából nem csak a végsebesség, hanem itt a gyorsulás és a kanyarsebesség is. Szóval itt ezzel a hajóval akár egy 4-5G hatás is érheti az embert egyébként egy-egy kanyarban. A végsebessége meg ilyen 140-150 km/h között van, és a 100-ra pedig ilyen másfél másodperc alatt képes felgyorsulni. Hogyan néz ki pontosan a verseny? A pálya az áll egy ilyen 40-50 bójából felépített pályából, amelynek egy része ketté ágazik, a pályának a része, és utána egy ponton találkozik. Pontosan azt segíti elő, hogy minél izgalmasabb lehessenek a futamok, és minél nagyobb esély legyen arra, hogy az emberek tudjanak előzni. Ezt alternatív pályának nevezzük. A sportágon belül mi a legnagyobb célod? Következő évben esetleg egy kategóriaugrás? Azt mindenféleképpen, szóval azt már most érzem egyébként, hogy nekem ez a GP3-as kategória ez már kezd kevés lenni, és már vágyom a nagyobb teljesítményre, nagyobb sebességre, nagyobb tempóra. Ez majd jövőre, ez a GP2-es kategória fogja nekem megadni, azt igen. Rákaptam az ízére.